Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, szép estét kívánok. Hát néhány évvel ezelőtt még nagyon távolinak tűnt a Matrix világa és a digitális világ is. Ma pedig már mondhatjuk, hogy ebben élünk, ez jelenti a jövőt. Stúdiónk vendége Raufer Tamás, a Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány elnöke, de az Informatikai Vállalkozások Szövetségének elnökeként is köszönhetem tulajdonképpen. Mondhatjuk ezt, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok a kedves nézőknek. Én is nagyon köszönöm, hogy meghívtak. Néhány éve itt voltam már, mint Székesfehérvár Fejlődési Alapítványért elnök. Most talán tényleg, ahogy ön is felvezetett, kettős funkcióban vagyok itt. Néhány hete, hónapja foglalkozunk már itt azzal, hogy digitális élményközpont jön létre az országban egyedülálló módon, elsőként itt Székesfehérváron. Miért fontos egy ilyen központ? Egyáltalában miért a digitális világ jelenti majd a jövőt? Hű, ez egy olyan veszélyes kérdéskombináció, ami az egész műsoridőt is elviheti könnyedén, sőt, valahol azzal kezdeném, hogy néhány héttel ezelőtt, kb. Egy hónap ezelőtt, amikor a képviselőtestületnek volt egy rendkívüli ülése, ami nem hivatalos ülés volt, és akkor ott voltak úgy szívesek, hogy engem meghívtak és számoljak be, ismertessem a digitális élményközpontnak a koncepcióját, akkor valahogy az egy elég hosszúra sikeredett két órás ülés volt, és valahogy így kezdtem, hogy bár nem az én stílusom az, hogy megijesszek embereket, és elvegyem a kedvüket valamitől, de mindenképpen ahhoz, hogy lássuk a jövőt, vagy tudjuk teljesíteni a feladatainkat, tisztában kell lennünk a jelennel, és a jelennek a lehetőségeivel. És bizony a lehetőségei azok, amiket Varga Mihály miniszter úr is körülbelül egy hónap ezelőtt nagyon tisztán megfogalmazott, hogy a digitalizáció következménye miatt azért, mert ami automatizálható, az automatizálni is automatizálva lesz, ami robotok tudnak helyettesíteni, azt robotok is fogják azt a munkát elvégezni, ami algoritmizálható, az algoritmizálva lesz. Ennek következtében ma Magyarországon több mint 400 000 munkahely veszélybe van. És ez ma még nagyon nem látszik, mert az összes ágazat keresi az embereket, tehát a targoncásoktól kezdve a mérnökökig hatalmas hiány tűnik az egész piacon. Viszont a másik oldalról pedig azt kell látni, hogy körülbelül 5 év múlva nem lesz szükség targoncásra feltettőleg, mert ezek a targoncák automatikusan fognak közlekedni. Sőt, hogyha egy kicsit tovább megyünk, és ha belegondol a kormányunknak a legutolsó, vagy egyik legutolsó beruházására, ami Zalaegerszeg környékén csinálnak egy ilyen önvezető pályát, tesztpályát, amit valahol összekötnek majd Európával, illetve Németországgal, és képesek lesznek a legmodernebb autókat teszteni rajta, ami sofőr nélkül fog közlekedni, tehát olyan intelligens útvonal lesz kiépítve, ami képes lesz sofőr, az autó képesek lesznek sofőr nélkül közlekedni, és ha belegondolunk abba, hogy már néhány éve néhány hónapja volt éppen a nagy tesztje, több ezer vagy több száz olyan kamionnak, ami különböző országokból indult el Európába, és volt egy adott célpont, ahol el kellett menni, és igazából az érdekesség az, hogy nem volt sofőrje, hanem ezek az autók találkoztak egy ponton, és követték egymást, és ilyen kamion kísérők voltak. Tehát nem csak targonca vezetőkre nem lesz szükség feltehetően, hanem kamionsofőrekre se lesz szükség. Valószínűleg az egész közlekedés, a közlekedés koncepciója meg fog változni. És amikor még azt kell mondanom önnek, hogy 120 évvel ezelőtt hihetetlen volt, amikor az autókat elkezdték gyártani, hogy professzionális sofőrök nélkül hogyan lehet majd annyi autót majd mondjuk 40-50 év múlva forgalomban helyezni. Ma ugye idővel, pontosan az idő azt megoldotta, hogy egyszerűen úgy, hogy az emberek megtanulnak vezetni, és az autók pedig vezethetők lesznek. És hogyha most egy kicsit előre gondolunk, hogy lehet majd az, hogy sofőr nélkül lehet vezetni majd autókat? A válasz egyszerű, ugyanúgy, hogy a liftet használjuk ma ebbe a pillanatban, fel akarunk menni a 10. emeletre, vagy más országokban, vagy más nagyvárosokban a 100. emeletre, akkor megnyomjuk a gombot, és oda-vissza lift. És ez fog történni. És mi lesz az emberekkel?
Én azt gondolom, és ez kezdünk jó irányba menni mindjárt az elején, az emberek előtt egy nagyon nagy kihívás van. És én a kihívást valahogy párba tenném a felelősséggel. Felelősek a politikusok, felelősek a szülők, felelősek a pedagógusok, felelős mindenki az a jelenért, de leginkább a jövőért. Tehát amit ma megteszünk a gyerekeinkért, az azt gondolom, hogy az jelentősen befolyásolja majd a jövőt. Nyilvánvalóan a digitális technológiáktól nem teljesen alaptalan az, hogy az emberek félnek, megijednek, hiszen ahogy a legelején is kezdtem, hogy ami automatizálható, azt automatizálni is fogják. Megjelennek, illetve már megjelentek azok a robotok, amelyik gyakorlatilag szinte emberként viselkednek, és most nem a szociális robotokról beszélünk, vagy az ilyen érző robotokról, akik ilyen kellemes társalkodó partnerek lehetnek, hanem akik bizonyos folyamatokat képesek elvégezni, bizonyos munkafolyamatokat képesek elvégezni, és sokkal hatékonyabban tudják ugyanazt a munkát elvégezni, amit ebbe a pillanatban az emberek csinálnak. Mit lehet csinálni? Az, hogy az embereknek fel kell készülni arra az időre, amikor, illetve a fiatalokat fel kell készíteni arra az időre, hogy folyamatosan tanulniuk kell az élet során. Nem biztos, hogy egy foglalkozás fogja őket végigkísérni. Nyilvánvalóan, amiről mi beszélünk, vagy amiről most beszélünk, az nem minden szakmára ugyanolyan mértékben igaz. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az egészségügyben dolgozókat ugyanúgy fenyegeti ez a veszély, mondjuk, mint akik az iparban dolgoznak, és akkor itt különböző szinteket lehet meghatározni. Sőt, még azt is lehet mondani, hogy azt se lehet mondani, hogy csak a munkásokat veszélyezteti ez a dolog, és nem veszélyezteti, tehát a digitalizáció, és nem veszélyezteti az értelmiségieket. Különböző fogalmak vannak a digitalizáció meghatározására. Európában azt szokták mondani, hogy Industry 4.0, tehát magyarra fordítva ipar 4.0, ami azt jelenti, hogy egy olyan szintre lépett már az ipari forradalmaknak a különböző szintjeit meglépve az ipar, hogy a különböző gépek, különböző rendszerek, azok egymást tudják irányítani, egymás munkáját tudják befolyásolni, folyamatos adatgyűjtés történik, és a folyamatos adatgyűjtésben egy folyamatos javítása történik a folyamatoknak, és ezt mindezt automatikusan megteszik. A másik oldalról Japánban úgy hívják, hogy Society 5 ezt a modellt, mert ők nem a gépek felől közelítik meg, és az automatizáció felől közelítik meg, hanem ők az emberek oldaláról közelítik meg, tehát valahol a szívükből közelítik meg ezt a kérdést, és ők is ugye a különböző, tehát az ipari forradalom kezdetétől, tehát a 19. század elejétől indítják ezeket a dolgokat, csak az informatikai részt ők két részre osztják, és ugye az az a rész, amikor ők is attól tartanak már, hogy mi lesz, amikor már nem lesz szükség adott esetben a mi munkánkra. Én azt gondolom, hogy a mi munkánkra szinte beláthatatlan ideig még mindig szükség lesz. De egy biztos, hogy azok a képességek, amikre szükségünk van, azok adott esetben más képességek lesznek, amivel ma rendelkezünk. És éppen ezért szükséges olyan intézményeket létrehozni, a már létező akár köznevelési intézményrendszer mellé, ami egy hidat képeznek a jelen, bár egy kicsit idézőbe tenném, mert én azt gondolom, hogy a jelen, amiről beszélünk, az igazából a 20. század még. Tehát sajnos valahogy az kicsit, oktatási... Kicsit, mintha lemaradtunk volna. Igen, tehát az oktatási rendszerünk az nem ért még be a 21. századba, pedig nekünk már a jövőhöz kell ezt az összekötést megtenni. Tehát az embereknek el kell sajátítani azt a képességet, hogy képesek legyenek munkát váltani, akár szakmát, foglalkozást váltani, menet közben is képesek legyenek tanulni. Csak megkérdezem, mert feltehetőleg ön nem ezzel a területtel foglalkozik, hogy ön szerint a felnőtt oktatásképzésben, tehát maga a felnőtteknek hány százaléka az, amelyik a
miután befejezi az iskoláját, ki valaki a szakmunkáját, valaki érettségizik, és úgy tovább tanul, de amikor befejezi egy fiatal, és elhelyezkedik a pályán, utána hány százalékuk az, aki a felnőtt oktatás képzésben valamilyen formában részt vesz? Szerintem töredék, tehát nagyon kevés, ilyen 5%-ra tippelnék. Kettő. Ez a Magyarország az legutolsó az Európai Unióban ebben a pillanatban. És ez az egyik legnagyobb probléma. És ha a másik problémákat nézem, ugye egy kicsit visszautalva, vagy pontosabban utalva a PISA felmérésekre, nem az a baj, természetesen nem az a baj, hogy a mi gyerekeink képesek megtanulni a statikus dolgokat, tehát megtanulnak rendesen számolni. Mi lenne az baj? Megtanulják a történelmet, megtanulnak helyesen írni és beszélni. Kompetenciákkal van baj, nem? Igen, tehát azzal van baj, hogy a jövő miatt, azok miatt, a kompetenciák miatt, amiről itt az imént beszélgettünk, azért más képességek kellenek. Olyan komplex képességeket kell kifejleszteni a fiataloknak, hogyha egy adott helyzetben megváltozik a rutin, vagy változtatni kell valamit, akkor képesek legyenek felismerni azt a helyzetet. Tehát egy elemző képességre van szükség, egyfajta kreativitásra van szükség, egyfajta döntési kompetenciára van szükség, arra van szükség, hogy képesek legyenek csapatba dolgozni. Minden olyan dologra van szükség, amit ma a legkevesebb iskolába tanulhatnak meg a gyerekek. Viszont, hogyha belegondol, ma a gyerek bemegy az iskolába, bemegy az osztályba, becsukják az ajtót, és akkor a 30-40 gyerek, kisdiák és a tanár között ott egy különleges szubkultúra alakul ki, ami nagyon jó egyébként, mert nagyon jót lehet ebből az egészből kihozni, bár a tanároknak a többsége megőrül attól, hogy beviszik a gyerekek az otthonról hozott ilyen digitális képességgel rendelkező dolgokat, mint például a telefon, tehát az okostelefonokat, de ha nem az okostelefonokat, akkor tableteket, vagy mindenféle kütyűt, de még hogyha nem is a kütyűt, akkor a gondolataikat hozzák be, és a gondolataik az folyamatosan cikázik. És miért cikázik? Azért, mert a mi gyerekeink egy egészen más, pontosabban az én gyerekeim, már egy egészen más korszakban nőttek fel. Aki ma 18 éves gyerek, az a srác az 7 évvel, mivel 25 éves az internet, 7 éve fiatalabb, mint az internet. Pont annyi idős, mint a Google. Ami azt jelenti, hogy ők szinte a vérükben benne van ez az egész dolog, és mondjuk el, hogy az valahol talán szégyen, vagy ahol mi felnőttek úgy érezzük, hogy szégyen, hogyha mondjuk most itt egy csoportba itt leülnénk, így hatan beszélgetni, körülbelül annyian férünk el itt az asztal körül, és akkor lenne egy kis idő, mondjuk felvétel lenne, és akkor a felvétel előtt lenne egy kis idő, és lehetne beszélgetni. Szinte biztos vagyok benne, hogy mindenki elővenni az okos telefonját, és akkor elkezdeni nézegetni, mert még van 2 perc hátra a felvételig, 1 perc, hopp, kezdjük fel, akkor talán mindenki letenné, igen, de nem biztos, hogy 2 perc után 2 nem venni elő a telefont, és azt nem kezdi el nézni. És roppant bosszúsak vagyunk ezért, és valahogy ezt úgy akarjuk kezelni, hogy add ide azt a telefonodat, vagy tedd félre azt a telefonodat, vagy valami keményebben kéne fellépni a gyerekek ellen. El kellene venni tőlük ezeket a dolgokat. De nem jobb út, hogyha megértjük őket inkább? Ez az. És a kérdés az, hogy meg akarjuk-e érteni. Vagyunk-e annyira rugalmasak, hogy meg tudjuk érteni az Y és az Z generációt, ami most jön, sőt, most már még újabb betűket, ugye most már megint megyünk a ABC elejére, hogy onnan folytassuk a dolgokat, de nagyon nehéz a feladat, és hogyha visszamegyünk most az osztálytermekbe, akkor a tanárok kivannak, hogy úgy mondjam, egy olyan, mintha egy ilyen céltábla lenne a mellőkön, vagy a hátukon, vagy nem is tudom hol. És akkor valamit állít egy tanár, és ideig ő volt a tudás tárháza, a bölcsesség köve. És utána beírja a keresőbe a gyerek. És akkor ő azt mondta, hogy matematikából ezek a dolgok így vannak. Vagy történelemben ez történt. Ekkor. És ez így nézett ki. És akkor egy srác, vagy 2 srác, vagy 3 srác vagy elkezd nevetni rajta, vagy beszól,
vagy a többiekkel elkezdenek beszélgetni, mert lekapcsol magáról az egész óráról, és azt mondja, hogy ez nem igaz. És akkor és itt kell az a pont, hogy a tanároknak meg kell értenie, hogy a gyerekek már nem csak tőle tájékozódnak. Tehát megszűnik az, hogy egy elmondja soknak az információt, a sok hazamegy, megtanulja, visszajön, beszámol, és akkor ez folytatódik tizenvalahány éven keresztül, és akkor ő majd kimegy a piacra, és azzal a tudással, meg azokkal a technikákkal, mondjuk azt, hogy elég egyszerű tanulás technikákkal, vagy technológiákkal, amik módszertanok, amiket így bele neveltek a gyerekekbe, hogy azokból ő képes lesz megérni, mert mindig is lineárisan haladtunk előre. Egy méter, az tényleg egy lépés egy métert jelentett. De most egy méter, az már nem egy lépést. Pontosan egy lépés, az már nem egy métert jelent. Egy igen, csak ez olyan, mint a saktábla, tehát nem tudom, ezt az igen. Indiai. Tehát, hogy a következő már duplázódik, tehát, hogy lineárisan 30 méter, vagy 30 lépés 30 méternek számít. Ha exponenciálisan gondolkozunk, hogy besegítenek nekem más emberek, más gépek, más rendszerek, akkor 30 lépés, az 2 a 30-on az 1 milliárdnak számít. Őrült nagy a különbség. Tehát a tanároknak abba az irányba kell fordulni, hogy azokat a kompetenciákat képezzék a gyerekeinkbe, amivel ők utólag később is képesek lesznek tanulni, és szerencsésen hozzányúlni forrásokhoz, képesek lesznek szelektálni, megtanulni az információk között választani, és ennek csak egy kis része, hogyha a digitális világról beszélünk, a digitális biztonság, de egy nagyon fontos része. Tehát nyilvánvaló az, hogy ne manipuláljanak velünk, ne használjanak bennünket, mint ami azért nagyon sok emberrel történik. Ez egy elengedhetetlenül fontos része, hogy megtanítsák a gyerekeknek. De ennél sokkal fontosabb, mert ez csak egy alap. Sokkal fontosabb, hogy a gyerekek megértsék a folyamatokat, na és a digitális élményközpont valahol 15 perc után ugye odaérünk. Az erre irányul rá tulajdonképpen. Pontosan ezt erre van hivatva, hogy Fehérváron a terveink szerint, céljaink szerint, és remélem ez sikeres lesz, legalább 4000 gyerek belekóstolhat a digitális jövőbe úgy, hogy különböző szakaszokon keresztül, amikor a digitalizáció a tudománnyal, a digitalizáció a művészettel, a digitalizáció a tanulással, digitalizáció és közösség, ugye, amiről beszélgetünk, hogy lehet ebből pozitív irányba tekerni a dolgokat, megismerkedhet délelőtt, délután meg szakkörök, meg akár a felnőtteknek, idősebbeknek egy ilyen ismeretterjesztés keretében lehet majd megtanulni ezeket a jövő technológiákat, de a célja, az egésznek a célja maga az a folyamat, az, hogy azt megértsék a gyermekeink, és tudatosuljon bennünk, és valószínűleg, amikor pályát választanak majd, akkor ennek függvényébe fogják megcsinálni, vagy választani a továbbtanulási irányukat, és remélhetőleg akkor ők már jobban fogják érteni a világot, és mentálisan is fel lesznek rá készülve, nem csak fizikailag. Innen fogjuk folytatni. Most nézzünk meg egy összeállítást, amit a Digitális Élményközpont kapcsán kérdeztünk, és a fehérváriak véleményére is kíváncsiak voltunk. Lesz lehetőségük robotokkal, 3D-s technológiával, az informatikával, a közösségi médiával és sok-sok olyan dologgal megismerkedni, ami nélkül az ő életük elképzelhetetlen. Az élményház létrehozásának hírét közösségi oldalán jelentette be a város polgármestere. A létesítményben helyet kap majd a robotika, a kódolás, a mikrokontrollerek és mikroszámítógépek világa, a mobil technológia és a 3D alkotás, a virtuális és fejlesztett valóság, a közösségi média menedzsmentjét és a szemantikus web kihívásainak kezelését támogató hálózat, de terveznek egy szabadulószobát is a digitalizáció világára épülő rejtvényekkel és kihívásokkal. A foglalkozás sok gyakorlatorientáltak lesznek, előtérbe helyezik a készségfejlesztést, az alkotást és a tanulói aktivitást, a digitális kompetencia fejlesztését. Megkérdeztük a székesfehérváriakat is, hogy mire használják digitális eszközeiket. Telefon, tabletet, számítógépet, meg ilyesmi. Azzal tanulunk, azzal dolgozunk. Fonomat hívásra, semmilyen plusz dologra nem használom én. Személy szerint esetleg laptopot, ugye egyetem miatt használnom kell, mást nem nagyon szoktam. Visszatérünk akkor most a témához, igen. No, hát aztán itt kiderült az, hogy használjuk is, meg nem is.
vagy talán mondhatjuk azt, hogy észre sem vesszük, hogy folyamatosan használjuk ezeket az eszközöket? Abszolút, abszolút. Tehát ez nagyon érdekes dolog, ugye én azért javarészt az életemben az informatikába, illetve informatikához közel dolgoztam, de sok egyéb dologgal is foglalkoztam, és igazából én azt gondolom, hogy ha digitalizáció nincsen, akkor erősen limitálta volna a lehetőségeimet, hogy én egyszerre több helyen is jelen tudjak lenni, akár így a virtuális térben, de nem feltétlenül ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy több feladatot el tudjunk intézni. Hogyha azt szoktam mondani, hogy nézd rá valakinek az okostelefonjára, és akkor megmondod azt, hogy ő milyen ember. Egy kicsit vicces, meg mástól még nem hallottam ezt a mondást, úgyhogy magam jegyzem ebbe a pillanatba, de ez csak tényleg a munka része volt. A lényeg az, hogy amikor így végigmegyünk hogy mi mindent használunk egy ilyen okostelefon, ugye kezdjük először, hogy nagyon sok embernek, most már minden embernek, minden fiatalnak van bankszámlája. A legtöbb banknak vannak utalást végző részei, amivel ugye most már a sárga csekket is el lehet végezni, tehát pontosan egy okostelefonon keresztül el lehet utalni, és még egyéb más tranzakciókat is meg lehet csinálni. Tulajdonképpen ugye éppen néhány napja jelentették be, hogy néhány éven belül elérhetők lesznek azok az ATM-ek, ezek a pénzkivevő masinák, amikben már nem kell belenyomni a kártyát, mert valamiféle kód segítségével, vagy akár a telefon kombinációjával, mobiltelefon kombinációjával ki lehet venni pénzt, tehát lehet, hogy már a kártyák is szükségtelenek lesznek. Megjegyzem, Amerikában már van egy-két ilyen bank, amelyik ezt a rendszert bevezette. Tehát mondjuk egyik a bankterületek, de most tényleg csak egy kicsit menjünk tovább, hogy ha belegondolunk azt, hogy ki gondolta volna, hogy a fordítás az valamikor utolérheti, vagy utolérheti a digitalizáció a belátható közelségbe. Ma már kezdjük a diktálással. Olyan diktáló rendszerek vannak, olyan diktáló rendszerek vannak, amilyen 97-98%-os biztonsággal jegyzi le a diktált anyagokat. Tehát van egy nagyszerű magyar cég, egy startup, amelyik radiológiai rendszereket informatik, vagy digitalizál, hogy így mondjam, és a lényeg az, amit ők csinálnak, hogy amikor a diagnózist fel kell állítani az orvosnak, akkor a rendszernek, a szoftvernek diktálja le a diagnózisát, és az a szoftver automatikusan leírja, lejegyzi, és ezzel lényegesen 20-30%-kal képes meggyorsítani az elemzéseket, és ezzel nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy sokkal gyorsabban képes kiszolgálni a betegeket, illetve az ügyfeleket a pacientúrán. Tehát a következő lépésre a Google, meg kell őket említeni, mert ebbe is élen járok, olyan fordító eszközt csináltak, hogy egy közbenső nyelvet állítottak elő, úgynevezett metanyelvet állítottak elő, és ott beállították a különböző nyelveknek a sajátosságait, és nagyon gyorsan így át tudnak állni, tehát egy új nyelvet be tudnak kapcsolni a rendszerbe, és meglepő módon most már nem csak szavakat, hanem mondatokat be lehet írni a Google-be, vagy akár amikor én bediktálok egy-egy mondatot, akkor ő eléggé hibátlanul, vagy szinte mondjuk azt, hogy konyha nyelven tökéletesen fordít. Tehát konyha, mondjuk, oké, ez egy kicsit oximoron, tehát ellentétes, hogy konyha nyelven is tökéletesen. De megérthető formában helyezik. Teljesen. És ugye már nem messze van az irány, vagy nem messze van az a jövő, tehát valahol a közeljövőben lesz, amikor el tudjuk képzelni, hogy valamelyik ilyen egység, vagy valamiféle kis doboz ott van köztünk, vagy lehet, hogy csak egy ilyen fülhallgató, és én egy japánnal úgy beszélgetek tisztán, hogy ő nem tud csak japánul, én nem tudok csak magyarul, és mégis online, tehát valós időben kristálytisztán megértjük egymást. De ezzel senkit nem szeretnék biztatni arra, hogy ne tanuljon a nyelvet, mert a magyar gyerekeknek, illetve a Magyarországnak az egyik legnagyobb fogyatékossága most, hogy nem beszél elég idegen nyelvet. Legalább nem beszél angolul, illetve németül.
Beszéltünk egy kicsit már ugye a tudományról, a digitalizációról, talán még a kreativitásról nem ejtettünk szót, illetve egy kicsit a művészetről, viszont hogyha ránézünk itt az asztalon látható tárgyakra, én azt gondolom, hogy ez a tudománynak is egyrészt a vívmánya, hiszen milyen eszközökkel készültek, másrészt a kreativitást, vagy egy kicsit a művészetet is jelképezhetik, nem? Abszolút, abszolút. Hadd beszéljek egy kicsit arról, hogyha megengedi, hogy is néz neki ez az élményközpont. Tehát, hogy bemegy oda 35-40 fiatal. Mi most első, ugye azt tervezzük, hogy a délelőtti időszakban, mondjuk délelőtt 8 és olyan 2 óra között, osztályok menetrendszerűen látogatnak, ehhez megjegyzem, természetesen meg kell még állapodnunk, de már ez folyamatban van a tankerületekkel és a szakképzőcentrumokkal, központokkal. De a célunk az, hogy regisztrálhatnának az osztályok, és egy nap délelőtt, most a jelenlegi állapotban egy osztály meglátogatja a központot, beérkezik mondjuk maximum 40 srác, és itt egy nagyon fontos, mondjuk ha tegyek egy nagyon fontos bejelentés, ami ideig lemaradt erről az egész élményközpontról, de legfeljebb többször megismételjük. Nagyon-nagyon fontos itt az esélyegyenlőség. Ugye a legelén beszéltem a politikai felelősségről. És ön említette azt, hogy Székesfehérvár az első város, és tényleg az első olyan város, amelyik kiemelkedően jelentős összeggel támogatott egy ilyen központnak a létrehozását, és utána kezdtünk el beszélgetni, hogy ezt miért csináljuk, meg hogyan csináljuk. És ide mindenki bekerülhet. Tehát mindenki, aki jelentkezik, bemehet ezekre nyilván a délelőtti foglalkozásokra, és ha eléggé motivált lesz, eléggé érdekli a dolog, akkor jelentkezik szakkörökre, és azokkal a dolgokkal, illetve annak a részével, a dolgok, amivel ott találkozhat délelőtt, a délutáni órákban ő szakköri formába tovább képezheti magát. Tehát a motivációját kielégítheti, illetve fokozhatja a továbbiakban. És ezt én rendkívül fontosnak gondolom, mert az nem mindegy, hogy más pénzéből csináljuk meg, vagy a Fehérvár úgy döntött, hogy ő a saját pénzt nem vár az Európai Unióra. Nyilván az alapítvány próbál majd pályázni, nem vár más egyéb segítségek, hanem ő most, amikor ezt megértette, ezt az egész koncepciót, az egész digitális világnak a eljöveteleinek a visszautasíthatatlanságát is megértette, mert lehet szeretni vagy nem szeretni, de meg kell szokni és el kell fogadni, akkor szinte azonnal meghozták ezt a döntést. Tehát pont, visszaérve az élményközponthoz, bemegy oda a 40 fiatal, két csoportra lesz osztva, 20 fiatal elmegy egy úgynevezett foglalkoztató részbe, és 20 fiatal, mondjuk tehát a csoport másik fele, pedig elmegy a úgynevezett interaktív kiállítás részre, amin több ilyen sarok lenne kialakítva, lesz kialakítva. És itt nagyon lényeges az, hogy pedagógusoknak ott kell lenni. Tehát a másik kulcsmondat itt, tehát az, hogy esélyegyenlőség, az, hogy a kulcs a pedagógusokon van. Lesz a terveink szerint 4 pedagógust, és 4 tanárt, és pontosan lehet mind a 6 pedagógus, tehát 4 tanárt és 2 koordinátor, vagy 4 tanár és 2 koordinátor fogja működtetni ezt a központot, és nagyon fontos az, hogy a 20 fős csoportok mellett legalább 2 tanár ott legyen minden pillanatban, mert látni kell azt, ugye a 20 fős csoport is kicsi csoportokra, tehát 2 fős csoportokra lesznek osztva, és látni kell azt, hogy ki lesz inaktív. Tehát ennek az egésznek ennek a koncepciónak az a lényeg, hogy ne a tanár mondja meg, hogy mit kell csinálni, a tanárra közösen megegyeznek egy feladattal, ezt a feladatot elkezdik végrehajtani, és ugye különbözőek a gyerekek, különböző szórásúak, tehát vannak aktívak, vannak nagyhangúak, vannak csendesebbek, magába fordulóak, kevésbé érdeklődőek, stb. És a tanárnak itt az a feladat, hogy mindenkit bekapcsolja, mindenki kapjon valamiféle kis feladatot, és mindenkit próbáljon felhozni ugyanarra a szintre, és csak úgy tudnak majd tovább menni. Ez a modern oktatásnak is a feltétele, hogy győződjünk meg arról, hogy legalább a 2/3, 70% érti egy osztályba, és ezt különböző digitális eszközökkel könnyen meg lehet tenni, és csak akkor folytassuk az órát, ne csak úgy süketten, beszéljek a levegőbe, és akkor utána számon kérjek, hanem folyamatos visszacsatolással próbálják meggyőződni arról, hogy minden a helyes irányba megy. Tehát a kiállítási területbe bemennek a gyerekek, ott találkoznak mondjuk a
digitalizációval és a művészettel. Ez hogy néz ki? Egy kicsit olyan, mint ez a stúdió, tehát, hogy felveszek egy ilyen különleges szemüveget, úgy hívják, hogy VR szemüveg, ez a virtual reality, ez a virtuális valóság szemüveg, ami így szinte elvarázsolja az ember, főleg akkor, hogyha jó a tartalom. Tehát így magára teszi, és akkor így körbenéz, és akkor azt látja, hogy mondjuk egy múzeumban van benne, és különböző szobor, meg egyéb dolgok veszik körbe, és akkor szobrok és egyéb dolgok veszik körbe, és akkor mondjuk kiválasztja ezt a, nem tudom, hogy mutat ez most a kamera, tehát kiválasztanám a királyunkat, Szent István szobrát, és akkor, de inkább jobb lett volna valami másik, inkább választjuk ki az oroszlánt. Kiválasztjuk az oroszlánt, egyik kezünkkel, idehozzuk az asztal fölé, és akkor a másik kezünkkel, tehát a bal kezünk a festő paletta, a jobb kezünk pedig az, amivel tudunk valamit alakítani rajta. És én azt utána elkezdhetem formálni. Tehát az, hogy azt megválaszthatom, hogy nem csak a színeket, hanem az ecseteket, az ecset vastagságot is, illetve itt 3D-be kell gondolkodni, az, hogy milyen dimenziókat akarok megfogni, hogy simítani akarom, vagy nyújtani akarom, vagy mit akarok csinálni. A lényeg az, hogy teljesen átalakíthatom az oroszlánt, akár zebrát csinálhatok belőle, vagy akár fél oroszlán, fél tigris, forgathatom bár, és tényleg a valóságban látszik ez az egész dolog. Tehát úgy érzem, hogy ott van előttem ez az oroszlán három dimenzióban is, és bármit csinálhatok vele. Többi gyerekek, tehát mondjuk aki az én csoportomon, az pedig figyeli egy képernyőn, és ők is elég jól érzik ezt a háromdimenziós, tehát ezt a valósághű valamit, képet, és tudnak esetleg segíteni, meg ötletelni. Tehát a lényeg az, hogy néhány perc alatt alkothatok egy kis csodát, és utána fogom és kinyomtatom egy háromdimenziós egy 3D-s nyomtatóval, és akkor abból a kis csodából egy valós csodát tudok előállítani, és ugye ez még azzal is megvan spékelve, hogy mondjuk veszek egy tárgyat, akár ezt a vizes poharat, és akkor ezt én beszkennelem, tehát beteszem az egész rendszerbe, az oroszlán mellé. Tehát egy valós tárgyat egy virtuális tárgyhoz, virtuális tárgy mellé beteszek, és akkor a kettőből alakítok valami kombinációt. Szerintem ennél többet nem is kell mondani. Azt hiszem, hogy mindenki ide akar majd venni. De ez csak az egyik része. És akkor ezért mondtam a műsor elején, vagy még talán mielőtt elsekeztük a műsort, hogy ez nagyon-nagyon sokat lehet ezekről a dolgokról beszélni, de tényleg még egyik kedvencemet, bár szinte mindegyik kedvenc, meg kell, hogy említsem, az a, amiről már beszéltem, az, hogy itt 6 fiatal körbeülne, elővennék az okostelefont, és nem nagyon beszélnének egymással, hanem igazából sajnos, vagy ez a tény ebben a pillanatban, az okostelefonjaink keresztül kommunikálnának. Egy olyan digitális közösségi teret próbálunk létrehozni, ami mondjuk egy ilyen nagy szőnyeget kell elképzelni, és a nagy szőnyegen egy ilyen csapatmunkát lehet megvalósítani, tehát például kis csoportosoknak vagy kisgyerekeknek a gyümölcsök és a zöldségek között ki kell választani a gyümölcsöt. És akkor mindenkinek rá kell állni egy gyümölcsre. És akkor, amikor mindenki rajtál azon egy-egy gyümölcsön, akkor fog a következő képre váltani, és akkor valami egész más kell csinálni. De persze ezt lehet matematika felé is tolni, történelem felé, meg bármi felé. Sőt, el lehet vinni egészen oda, hogy akár focizni is lehet, hiszen egy virtuális labdát, de ez tényleg a valóságos eszköz, tehát egy ilyen rendes focipályán van levetítve akkor a szőnyegre, és akkor megy a labda, lehet rugni egymásnak, és akkor itt azt elértük, hogy szinte a semmiből egy olyan társas játékot hozunk létre, ami összekapcsolja a közösségeket, tehát ennek is valahol a bemutatója akar lenni ez az élményközpont, hogy ilyen képességekre, tulajdonképpen a jövő szórakozó helyei valami ilyesmik lesznek, mint amik már a jelenben is vannak, Fehérváron is van például szabaduló szoba, vagy illetve volt, és mi is valami ilyesmit akarunk megcsinálni majd, hogy ott csak ilyen digitális szekvenciáknak a teljesítéseként, tehát amikor bizonyos feladatokat megcsináltak, de megint nagyon fontos, hogy ne csak a nagy hangú, hogy majd én megcsinálom, ti maradjatok ott kusba. Hanem mindenki. Mert egyszerűen, ha nem mindenki csinálja, akkor beszorulnak, felrobban a bomba, a ház, vagy nem tudom én, mi történik, nem tudnak kijutni. Tehát, de hogyha mindenki egy kicsit hagyják, és erre rájönnek néhány perc után, hogy nem tudják befejezni a gyakorlatot, hogyha mondjuk az 5 fős csoport, amire vannak ott osztva, 5-6 fős csoportok,
akkor, hogyha nem külön-külön kezdenek el, vagy nem kis csoportokra bontják fel magukat, akkor nem tudják megoldani a feladatot, és így meg tudják majd ott. Tehát az egész mögött, amellett, hogy a digitalizációt megismerik, azaz a módszertan, amiről beszélünk, az a képesség, ami ahhoz kell majd, hogy amikor ők munkavállalók lesznek 5-10 év múlva, akkor ők nekik meglegyen a képessége ahhoz, amit elvárnak a munkáltatók. Én azt hiszem, hogy most megígérhetem a nézőknek, hogy folytatni fogjuk. Sajnos műsoridőnk véges, de tényleg ez egy ilyen kimeríthetetlen téma. Még egy utolsó záró gondolat, mikorra tervezhetnek a fehérvárjak a megnyitóval? Hát mi nagyon izgulunk, tehát, hogy mindent megteszünk. Egyébként éppen most választjuk majd, vagy kezdjük kiválasztani a pedagógusokat. Május, még mindig úgy van a szívemben, május vége, de valahol az eszemben június közepe van. Amit szeretnénk mindenképpen, hogy az iskola végével táborokat tudjunk felajánlani a gyerekeknek, iskolásoknak, és ezek térítésmentes táborok lesznek, és így nem ígérem, hogy az egész nyáron, tehát minden egyes héten, de azért mi megpróbáljuk azt, hogy minden héten már valamilyen digitális képzésről szóló tábor legyen, és ősztől pedig elmegy ez a tanrend, tehát az a fajta munkarend, amiről beszéltünk, akkor az valóságban meg tud kezdődni. Köszönöm szépen, hogy én nagyon köszönöm. Nézőink pedig, ahogy megígértük, folytatni fogjuk még itt ezt a témát a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra, szép estét!